Homokmégy önkormányzata régóta foglalkozik azzal, hogy valamilyen egyedi értékkel ki tudjon lépni a nagyvilágba, életben tartva ezzel a települést. A falu vezetői pedig úgy gondolják, hogy ez a különleges érték a helyi élővilág lehet. Régi vágyuk ugyanis egy interaktív élővilágpark kialakítása. Ehhez kapcsolódva kerestünk olyan játékokat, amelyeket meg tudunk mutatni a gyerekeknek, pedagógusoknak egyaránt. Nagyon aktuális ez az adventi időszak, amikor talán egy kicsit egyszerűbb az iskolában is az élet, tehát el tudnak szakadni innen, és éppen ezért meginvitáltuk őket, a Herman Otto Intézet nekünk odaadta a vándortanösvényt, és úgy gondoltuk, hogy akkor egy szép napot szervezünk akkor a gyerekeknek. A Herman Otto tanösvény által biztosított interaktív foglalkozások során a diákok játékos feladatok segítségével mélyülhettek el a természetismeret és a helyi élővilág rejtelmeiben. Itt most megtanulhatják azt, hogy a pók hogyan szövi a hálóját, és melyik az a része, amelyik megfogja tulajdonképpen a kis bogarakat. Mi a vadászatnak a kultúrája, hogy az élővilág milyen kényes egyensúlyban van, hogy a természet évezredek alatt fölépíti a minket körülvevő világot, és mi egy pillanat alatt képesek vagyunk ezt romba dönteni. A rendezvényen jelen volt Font Sándor országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében kiemelte, hogy nagyon szerencsések az itt élő gyerekek, hiszen testközelből ismerhetik meg az állat- és növényvilágot, ami napjainkban sajnos egyre ritkább jelenség. Észre se veszünk, hogy milyen érdekes természeti, mások által irigyelt természeti környezetben van a településünk. Itt polgármester az, hogy néhány héttel ezelőtt erről beszéltünk, hogy mennyi minden érték található, ami nekünk, az itt élőknek természetes, hát ez itt van. És mások meg rácsodálkoznak, hogy Atya Isten, nektek meg ilyen van. És éppen talán a Herman Otto Intézet az, aki ezt a rácsodálkozást megpróbálja hétköznapivá tenni, ezekkel a természet közeli játékokkal, jelenségekkel, tanúságokkal, következtetésekkel.